most végeztünk. Indulunk vissza, kisütött a nap, aztán most megint elkezdett esni. Csak azért gondoltam, hogy még visszafele is megmutatom, hogy milyen lankás, emelkedős, hosszú táv. És hát, ha el tudom kapni azt a szép ajándékboltot, látjátok, hogy milyen szép házacskák vannak erre. A Barbie párja az még ennél följebb kell menni, ott van az a szép toll, kacsákat szoktunk etetni, a golfklubban dolgozik, és oda eljutni, hát az kegyetlen. Tehát, látjátok, nem tudom, hogy látszik, hogy milyen szép, és itt próbálom tartani. Mert le is húzom egy kicsit. Már esik, de annyira nem esik be. Most szemből. Látjátok, milyen meredek? Tehát, hogy nem elég, hogy hosszú az út, de kaptatós sok esetben. Télen meg csúszik is, ugye? Tehát ide tényleg nagyon kell az autó. Csak hát mi nekünk ugye nem volt mindig ez megengedett, mármint nekünk lányoknak, mert a fiúk dolgoztak. És akkor ugye ez a gyógyszertár egyébként itt oldalt. És most pont nem látszik a kis ajándékbolt, pedig azt akartam megmutatni, ez egy nagyon aranyos kis saját szuvenír volt, itt a Fisher's Hotel, ez egy Borbé, itt a Whisky Shop, csak most itt a Greggs, csak igen, most itt gyorsan megyünk, lehet, hogy nem fog látszódni. Itt a pakisztáni bolt, ez az édesség volt közelebbről, virág volt, ez is háztartási, ilyen skót sarok, kínai büfé, Whisky Shop, és ez a Victoria's étterem, amit egyszer mutattam a buszról, csak nem lehetett látni, gyerekek, nagyon hangulatos. Csabival itt volt az eljegyzésünk, azt mondtam, ki is lehet ülni, és kódzászló. Itt is vannak boltocskák, hotelek, ezen az oldalon is, de itt akartam mutatni, hogy ez a könyvtár, ezt mondtam múltkor, és akkor ezek szerint az a kis templom rész. Ez is valami templomszerű. Jó, hát én ebben most nem vagyok képbe. Ez is egy ilyen kis lakóparkszerűség. Itt van a rendőrség. Itt volt a rendőrség. Ja, ez az accommodation-je a Atoll Palace-nak. Ez egy steakhouse, csak nagyon drága. És akkor itt is föl lehet menni, ugye arra kéne menni, hogyha a Benevrakit meg akarnánk mászni, de mássza a tököm. Pedig tettem egy fogadalmat még, amikor fittebb voltam, hogy addig nem megyek haza, amíg nem mászom meg. De hát sajnos már nem bírom, úgyhogy valószínűleg nem megyek haza. Nem kellett volna ilyen hülyeséget kijelenteni, mi? Hát itten aztán meg már ismeritek a járás, szerintem már olyan, mint hogyha, bár aki néz természetesen, olyan ez, mint hogyha már hazajönnétek velünk. De hát aki nézi, annak biztos. Csak hát igen, tudom, hogy nem a legjobb felvételek, nagyon sajnálom. Hallgatunk még egy kis Modern Talkingot. Kár, hogy nem jutott. Beautiful date. Na jó van. Ezt is megmutattam nektek. Mindenkinek nagyon-nagyon csupa szépet és jót kívánunk, szeretettel üdvözlünk, és jaj, kint van a kisbogyó, már félrebeszélek, mert már olyan fáradt vagyok amúgy. Itt van a kisbogyó a kis őszike kabátba, mert megmutat, na, papa ölébe, na, várjál, lejjebb halkítom egy kicsit. Jaj, beütötte a kis fejét! Ilyen őszike kabátot kapott, gyerekek, nézzétek meg, milyen szép. És a kis csíz. Na, vezeti az autót, kicsi James! Na, kis Manó, gyertek, szép, nem csukod be az ajtót, vagy nem érdekes? Nem kell, jó, mindegy.
Na, na, dudáljatok is egyet. Hú, duda volt! Na jó van. Na, milyen volt vezetni, egyen meg a kis őszikét. Hú, tetszik neki. Na jó van. Akkor most már tényleg elköszönök mindenkitől. Csupa szépet és jót. És vigyázzatok magatokra. Sziasztok!